A gyermekek fokozottan érzékenyek a nap káros sugaraira, ugyanis bőrük kevesebb melanin tartalmaz. Ezért feltétlenül oda kell figyelnünk arra, hogy délelőtt 10 óra és délután 3 óra között semmiképpen ne vigyük napra őket. Magas fényvédő faktorszámú, külön gyermekeknek kifejlesztett napvédőszereket használjunk. A gyermek sajnos nem csak vízparton, nyaralás közben éghet le, hanem a játszótéren, séta közben is, ezért érdemes őket naponta többször is bekenni. A napszúrás általában akkor alakul ki, mikor a gyermeket több fizikai faktor, a napsugárzás és a magas hőmérséklet éri. Hogyha a gyermek gyengeségről, hányingerről panaszkodik, ha esetleg hányást is tapasztalunk nála, akkor feltétlenül gondoljunk napszúrásra, esetleg orvost is keressünk fel, de mielőtt orvos látná a gyereket, vigyük hűvös, sötét helyre, a homlokát borogathatjuk hideg vizes kendővel, és ennyi, mielőtt orvos látná, talán elég is, és itassuk még, ne feledkezzünk meg a folyadék és elektrolit pótlásról. Ha a csípésekről beszélünk, leggyakoribb a szúnyogcsípés, amit mondhatunk a többihez képest viszonylag ártalmatlannak, és védekezhetünk szúnyogriasztó sprékkel. Allergiára hajlamos gyerekeknél tényleg történhet baj. A legveszélyesebb ez az anafilaxiás sokk. Hogyha a szülő azt észleli, hogy esetleg megpuffadt a gyermek arca, nehéz légzése van, akkor rögtön mentőt kell hívni és orvoshoz fordulni. Nyáron kevesebbet jönnek csípésekkel, inkább otthon látják el a kisebb problémákat. Gyakoribbak a lázas panaszok, gyomorbántalmak, nem ritka a mandulagyulladás ilyenkor nyáron, fülgyulladások. Ezekkel szoktak fordulni. Köznyelvben a nátha néven ismertek. A gyerekek azért veszélyeztetettek télen is, meg nyáron is, mert az orgaratot, a füllel összekötő járat náluk sokkal rövidebb, és ilyenkor a kórokozó baktériumok könnyebben kerülnek a fülbe. Ne engedjük, hogy a gyermek fürdőzés után vizes füllel szaladgáljon. Oldalra fordított fejjel ki kell rázni a vizet, ki kell törölni a vizet. Hogyha azt látjuk, hogy a gyermek bágyat, lázas, első stádiumban még akár nem is panaszkodik a fülére, de később magasra szökken a láza, erős fülfájásra panaszkodik, akkor én azt ajánlom, hogy orvoshoz kell fordulni, ilyen esetekben nem érdemes otthon próbálkozni. Ha lehet, akkor otthon étkezzünk. Fagylaltot nem lehet kikerülni gyermekek esetében nyáron. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy a gyermek gyenge, hasmenése van, hány, az első dolog, amire nagyon kell figyelni, ez a folyadék és elektrolit bevitel. Néha előfordul, hogy a gyermek nem akar inni, nem szomjas, de még ilyenkor is itatni kell, 10-15 percenként, hányás után különösen, kis kanállal. Nem szabad egyszerre sok folyadékot adnia, mert ez újabb hányást provokálhat. A gyógyszertárakban kaphatók külön erre a célra kifejlesztett elektrolit oldatok, amik nagyon gyorsan javítanak a gyermek állapotán. Hogyha ez nincs kéznél, akkor még a cukros teja, főtt sárgarépa vizének oldata is megteszi. Különösen csecsemőkre kell figyelni, mert az ő elektrolit és vízhártartásuk nagyon labilis, és szinte pillanatok alatt dehidratálódnak. Ezért, hogyha csecsemő esetében észlelünk ilyen tüneteket, vele feltétlenül orvoshoz kell fordulni.